megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, és hogy kicsit erőszakosan akartátok ezt a mai forgatást, nyilván talán születésnapom alkalmából, amit egyébként annyira nem szeretek, és egy részről általában zavaró nekem egy kicsit, hogy a felém áradó szeretet és figyelem zavarbejtő tud lenni, másik oldalról pedig tényleg szeretem, hogyha ha szeretnek, hogyha megdicsérnek, hogyha tettem valamit a közösségért adott esetben, és nyilván ilyen értelemben jól esik, hogy ma itt vagytok. Azt mondták édesanyám még, hogy rendkívül rossz gyerek voltam, és az oldalában is valahogy igazságkereső, és a gyengébeket védtem, a lányokat védtem, iskolában is egyébként ez így volt, és ha úgy adódott, akkor meg is verekedtem az igazságért. Aztán, amikor jöttek a nagyobbak, hogy elpüföljenek, akkor a bátyám odajött és megvédett. De valahogy az egész életemre szerintem ez volt jellemző, hogy mindig az igazság mellett voltam, az erkölcsi igazság, vagy az igazság, amit a szüleimtől hoztam magammal, hogy amellett mindig kiálltam és felemeltem a hangomat. Szóval a lényeg az, hogy 7 évesen is így történt, aztán levittek uszodába, mert azt mondták, hogy az jót tesz, lefoglal a gyereket, hogy ott egy olyan időtöltésben lesz része, és tulajdonképpen ott ragadtam. Ott ragadtam azért, mert volt egy jó közösség, voltak olyan edzőim, akik azért megszeretették velem az úszást, aztán jött egy Szécsi Tamás, aki elhitette velem, hogy lényegében bármire képes vagyok. Szécsi Tamással kapcsolatban, hogy olyan, mint egy jó film, hogy ahányszor nézem meg, mindig másképp gondolok rá. Valamikor úgy gondolom, hogy tényleg fantasztikus volt, amikor kicsit negatív előjellel gondolok. Most éppen ilyen kicsit közömbös, mert hogy nap mint nap velem van, itt van a fejemben, és mindig arra gondolok, hogy vajon Szécsi Tamás hogyan döntene egy-egy kérdésbe, vagy mit csinálna. Nyilván Szécsi Tamás meghatározója volt a magyar úszósportnak, szoktam volt mondani, hogy egy mag, és ebből a magból lettek hajtások, nyilván lettek sarj hajtások is, és hogyha Szécsi Tamás nem lett volna, ezt teljes bizonyossággal mondom, akkor most nem lennénk itt, nem lenne ez a székház, nem lennék olimpiai bajnok, nem lenne se Gelszegi, se Darnyi, se a többiek. Szóval, hogy megteremtett valami olyan iskolát, ami aztán még 40 év után is itt van velünk, egyfajta agyaték. Nyilván a sarhajtásokról most nem beszélnék, mert ezek is voltak. Látjuk ennek is nyomait egyébként az úszósportban, de nézzük a pozitív oldalait. Szóval ő el tudta hitetni velünk azt, hogy bármire és akármire képesek vagyunk. Óriási szuggesztív egyéniség volt. Ő volt az ember, aki nem menekült el edzés végén haza, hiszen nem volt családja, családja maga sport volt, hanem ott volt még, és akár órákon keresztül edzés követően beszélgetett velünk, elmondta, hogy mi miért van, hogy te fel tudsz érni a csúcsra. Tehát a szuggesztió, a prédikáció, az mind benne volt. És valóban ő nagyon jól tudta meghúzni a különböző szálakat, el tudta hitetni, hogy tényleg jó vagy, el tudta hitetni, hogy csak ő tud felvinni a csúcsra, hogy mindenki más az nem jó, és egyfajta egy burkot vetett köréd, és ebből a burokból alapvetően nem engedett ki. De azt kell mondjam, hogy nem lettem volna olimpiai bajnok, ha nincs Szécsi Tamás, ha nincsenek kiváló edzőpartnerek, ha nincsenek szüleim, akik velem voltak. Azért most nem kell mondanom, és nem is akarom mondani, hogy mennyi munkaáldozat volt, mert tényleg úgy gondolom, hogy a mai úszók is akár nem tudják, hogy mi az a napi 20 kilométer, és csak azért úsztunk 20 kilométert, mert nem volt több idő. A 24 órából lett volna, akkor úsztunk volna 22-25 kilométert is. Ugye az olimpiát megelőző egy évben valóban úgy keltem és feküdtem, hogy újra meg újra 100-szor, 1000-szer végigúsztam a távot, 200 hátat, és tényleg megrázó volt mentálisan, mert jól emlékszem, hogy izzadtan keltem reggelente, és amikor beértem a célba, és láttam, hogy győzök, akkor az egy érthetetlen, megmagyarázhatatlan, földön túli
dolog volt, amit igazából nem is tudtam feldolgozni. Szerintem az olimpiai bajnokok többsége is így van vele, hogy kell idő, hogy megérje, hogy ráérezzen annak az ízére, hogy ő valóban megcsinálta saját magának, hogy a világ legjobbja tudott lenni. Úgyhogy ezzel én is így voltam, nekem is kellett sok-sok idő, hogy elhiggyem, hogy ezt megtettem, hogy benőtt egyébként a fejem lágya, sokkal jobb tanuló lettem a gimnáziumban, aztán osztályelső is lettem. És hát nyilván az a figyelem, rajongás, ami körbevett, az feledhetetlen. Jól emlékszem a lakóházba, amikor megérkeztem Moszkvából, az egész ház virágból borult, és ott voltak kint a lakók. Tehát ezek ilyen 40 év távlatából is nagyon-nagyon szép emlékek. De aztán eltelt 10 év, és én úgy elfelejtettem, hogy olimpiai bajnok. És én soha nem mondtam, hogy olimpiai bajnok vagyok, soha nem éreztettem. Én próbáltam úgy élni, hogy ember vagyok, hogy ugyanaz a áttetsző, szintelen, szaktalan víz, aminek megszülettem. Csak ez a üvegvíz, ez mindig vándorolt jobbra-balra, hol értékesebb lett, hol kevésbé értékes. Most éppen megint egy polccal feljebb kerültem. És persze ez jó dolog, de én soha nem tagadom meg a múltamat, azt, hogy honnan jöttem, hogy ki voltam, nem tagadom meg a hozzáállásomat, az értékítéletemet. Szóval próbálok megmaradni olyannak, amilyen voltam, és szeretnék is így meghalni, ha tetszik egyszer. Tehát, hogy tartalmasan és munkával, alázattal. Nekem ezek a szavak, tudom, hogy mit jelentenek. És a kollégák is tudják itt, akik itt vannak, és azért is vagyok itt most még mindig, mert ők itt vannak velem, tehát egy nagyszerű csapat van itt a Magyar Úszó Szövetségben, nagyszerű csapat az edzői kar, aki körülvesz, és szerintem a sportirányítással is kivált kép jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal úgy szintén. Szóval most szerintem egy olyan kegyelmi állapotban vagyok, ha tetszik így 60 körül, hogy elmondhatom, hogy úgy minden rendben van. Nekem van egy sajátos véleményem sok esetben, hogy az olimpiai bajnokok kicsit elkényelmesedtek már azok, akik 10-20-30 éve vagy 50 éve győztek, és teljesen természetesnek gondoljuk, hogy az a életjáradék az csilingel minden hónap közepén SMS formájában, de szóval, hogy hát ha nem mi, nekünk kell példát mutatni, viselkedésünkben, hozzáállásunkban, a fiatalság számára. Hát, hogy az olimpiai bajnokoknak kötelessége, felelőssége az, hogy segítsen mindenki ott, ahol tud. És én nagyon remélem, hogy akár a hagyományőrző bizottság összekötőjeként is majd fogok tudni tenni. Azért, hát itt van azért egy Benedek Tibi, itt van egy Csík Ferkó, egy Hajós Alfréd, tehát azért olyan vízesportokban élő kiváló szakembereket, vízilabdában is nagyon-nagyon sokat tudnék felsorolni. Hát legyenek ők is példaképek, mutassuk meg, hogy nem hiába való volt az életük. És mi élők, megviselkedjünk, éljünk úgy, hogy legyünk példaképek. De semmiképp se legyünk balhésak, tehát hogy kerüljük minden téren azt, hogy olyan dolgot tegyél, ami nem helyén való, ami sem társadalmilag, sem a belső mércé szerint nem elfogadható, és hogy így élsz, akkor szerintem megmaradsz embernek. Ugye 1985. februárjában abbahagytam az úszást, és alapvetően én általában gyorsan hozom meg a döntéseket, tehát hogy kis dolgokon sokáig tudok lamentálni, de a nagy dolgok az általában egy-két perc alatt dőlnek el. Ez most akár ingatlanvásárlás, párkapcsolat, egy pályafutás abbahagyása, vagy egy munkaváltás kapcsán is. Tehát gyorsan meghoztam a döntést. A 20. percben még úszó voltam, a 21. percben pedig úgy döntöttem, hogy az Állatos Egyetem mellett nem tudom csinálni, és abbahagytam. És akkor jött egy csodálatos Nemhényi Dezső, meg egy Görgényi István, akik azt mondták, hogy hát gyere ide, vízilabdázz, mert hogy tehetséges vagy. Nyilván tudtam, hogy ez nem igaz, de egy szerető közeg vett körül az UTE csapatába. Úgyhogy én 2 évig vízilabdáztam, talán annyit hozzátettem, hogy edzéseken, úszóedzéseken elő voltam, és húztam magammal a többieket. Aztán volt olyan is érdekességképp talán, hogy két alkalommal is, hogy hátúszásba hoztam a labdát,
aztán 1986-ban az UTE bajnokcsapat tagja lettem. Egy nagyon jó csapat, Vince Balázs, a mai napig is Máté Falvi Csaba, kiváló kapcsolatban vagyunk. Ugye ott vannak a sportban, edzők, trénerek, én most itt szövetségi vezető vagyok. Összejönnek a szálak, csak hát kell hozzá bő 40 év. Valahogy egész gyerekkoromban állatról szerettem lenni. Soha nem mondtam ki, mert 8-10-12 éves korban, tekintve, hogy nem voltam túl jó tanuló, ha kimondtam volna, biztos, hogy nagyon negatív kritikákat kapok, hogy úgyse vagyok rá képes, ez egy toprony. De ezért kaptam az ívet gyerekkorom rendesen. De én ezt elhatároztam, hogy állatos leszek, és szerintem életem egyik legjobb döntése, hogy cum laude végeztem az állatosit. Egy nagyon jó közösség volt, és talán azt mondhatom, hogy életem legszebb 8 éve az pedig a végzéstől a tanársegédi munkám befejezéséig, vagyis az általános egyetemen dolgozhattam belgyógyászatom. Egy rendkívül érdekes, szép feladat, nem csak kis állatokkal, hanem kertelésből tartott, illetve haszonállatokkal és lovakkal is foglalkoztam, szarvasmarhákkal, tehát ilyen nagyon szép spektrumba mozogtam, megadta, így most azt mondom, hogy több generációt láttam megszületni és meghalni. Ez egy érdekes felfedezés az életnek, hogy látsz egy kis élőlényt megszületni, és akkor látsz egy ekkorát meghalni. Úgyhogy szerintem talán mondhatom így kamerába is, hogy ha valami jó voltam, vagy jó vagyok igazán az állatorvoslás, talán ebből voltam a legjobb, és nagyon szeretem ezt a munkát, mert kihívás minden pillanata, és mindig bennem van a kényszer, hogy megismeressem a dolgok lényegét. De hát amióta a sport magával ragadott, azóta azért sokkal-sokkal kevesebb időm van. Én azt tudom mondani, hogy én nem akartam semmi lenni, tehát nem akartam se szövetségi elnök lenni. Valahogy az élet így hozta. Az nem jó, hogyha az ember kapaszkodik pozíció után, vagy pénz után, vagy bármi után, egy nő után, egy helyzet után. Valahogy a dolgok kiélelődnek, eljön az idő, amikor valahogy a jóisten van egy gondviselő, aki úgy gondolja, hogy ezt a feladatot kell megcsinálod. Én nem akartam lenni se szövetségi elnök, se FINA bürótag lenni, és egyébként nem is jelentkeztem MOB alelnöki, tehát hogy nem tettem fel a kezemet. Mindig mások gondoltak arra, hogy na itt van ez a fickó, értjük, tudjuk, kiszámítható, megmondja a véleményét, van mögött egy jó aparát, van egy becsülete, és talán alkalmas lehet erre a pozíció, és ennek próbálok megfelelni, én már semmi nem akarok lenni, nem is szeretnék semmit elvállalni a jövőben, hanem azt szeretném, hogy amiben most vagyok, hogy az teljes értékű legyen, azt a maximalizmust, ami rám jellemző, szerintem azt kihozni, és szolgálni a magyar sportot addig, ameddig lehet. Én nagyon sok mindent csináltam, 2000-től 2015-ig szerintem nagyon jó életem volt, nem kellett akkor már túl sokat dolgoznom, volt pénzem is elég. Úgyhogy mi gyakorlatilag minden délután barátaimmal lent voltunk a Dunán és vízisíztünk, meg versenypálya síelést csináltuk, karatéztam, utazgattunk a nagyvilágba, tehát szép tartalmas életem volt. Teljesen más jellegű, mint ami most. A szabadidő eltöltésről azért nem tudok beszélni, mert nincs. Tehát, hogy lehet, hogy jó vagy nem jó, de az elmúlt 7 évben gyakorlatilag nem voltam szabadságom. Egy-két-három napra elmegyek, itt éjjel-nappal készenlétbe kell lenni, és nem tudom azt megcsinálni, hogy kikapcsolom a telefonomat, mert nem azért, mert nélkülözhetetlen vagy, hanem azért, mert sok ember számít arra, hogy fölveszem, hogyha gond támad, akkor azt megoldjuk, megoldom, és valahogy egy ilyen szolgálat, tényleg egy egész napos szolgálat. De hát 60-on túl azért majd igyekszem arra, hogy több időt foglalkozok magammal. Nehéz megmondani, hogy mire vagyok legbüszkébb, sok mindenre vagyok büszke. Nem akarnám felsorolni, hogy azért volt egy vizes világbajnokság, szervezőbizottság elnöke lettem, egy junior világbajnokság úgy szintén, egy buborék Európa-bajnokság, hogy azért mi a kezdetektől fogva
megcsináltunk egy olyan csomó olyan dolgot, sportolóbizottság, gyermekvédelmi program, a sportegészségügyi együttműködés, a régiós rendszereinket fölépítettük. És ha valamire büszke lehetek, vagy legbüszkébb talán kettő dolog. Az egyik az, hogy a szövetségi struktúra itt mellettem olyan, hogy sokan csak álmodni mernek róla, tehát hogy kiváló, szolgálatkész, magas tudású zsenik, ezt szoktam lehet mondani. A másik pedig, hogy volt lehetőségünk az USZON Nemzet programra, és most szeptembertől 47 ezer gyerekkel tudjuk folytatni ezt az országos programot. A kezdetektől mi sem gondoltuk azt, hogy ez ennyire sikeres lesz, és az sem, hogy majd ennyire szeretik. Szerintem ez egy olyan program, és hát az, hogy Egerszegi Krisztina. Az Egerszegi Krisztina, aki az elmúlt 20 évben tudomásom szerint nagy dolgokat nem vállalt, az most kijött a fényre, ha tetszik, és itt van velünk, és ő ennek a programnak a nagykövete, és az ő elmondása szerint két dolog miatt döntött így, az egyik, hogy valóban egy nagyszerű programot tartja ezt a úszónemzet, másrészt pedig, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a szövetségi vezetés, ez valóban minden megtesz azért, hogy ez jó legyen. És itt van mellettünk, és talán a legnagyobb büszkeség, hogy Egerszegi elvállalta, és itt van mellettem, ha tetszik. Nincs idő arra, hogy visszatekintsük és nagyon értékeljük a múltunkat, de ugyanakkor nekem van egy hobbim, ha tetszik, hogy az elmúlt 7 évben minden egyes nap, minden egyes fontos eseményről készítek egy fotót a telefonba, vagy többet is. Ez a Bridget naplója, az én kis naplom. És ha visszanézem évekkel korábban, vagy akár minden reggel csinál egy összeállítást, akkor kristálytisztán emlékszem, hogy mi történt az elmúlt 7 évben, amióta itt vagyok akár szövetségi elnökként is. Úgyhogy bennem van, tehát a múltan ne foglalkozunk, az eltelt, talán még nem is jött el az idő, hogy megírjuk az emlékkönyvünket, hanem foglalkozunk a mával, foglalkozunk a jövővel, és hát köszönöm, hogy itt voltatok ma 60. születésnapom kapcsán. Igazán megtisztelő, hogy ennyi időt kellett várni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Ladár Sándor olimpiai bajnokkal csináljon egy ilyen szép interjút.